itt van kedves barátom. De nincs ott senki. Na most én spotollak titeket. Sziasztok srácok, én Marci vagyok és üdvözöllek titeket a legújabb videómban, és ahogy mondtam, szeretnék kicsit olyanabb tartalmat is csinálni, mert nem csak a kocsikra helyezzük a hangsúlyt, hanem az egész életemre, amit csinálok, stb. És az a helyzet, hogy egyik barátom, akivel egy suliba jártam annól és azóta is jóba vagyunk, nyitott egy új üzletet, fodrász üzletet, vagy nem, beleköt mindig, hogy ő nem fodrász, de mindegy, az fodrász, szóval nyitott egy új üzletet, és ezt fogjuk ma megnézni. Ugye előző videóban egy Cupra szalon megnyitón voltunk, most pedig megnézzünk egy ilyet is, és fogunk vele is egy kicsit beszélgetni, úgyhogy most megyünk az ilyen hivatalos megnyitóra, előtte kajálunk egyet, a kedvenc helyemen, a FO36-ban. Úgyhogy igazából ez a terv, imádom ezt a helyet, ahol most megyünk, aki ismeri, az ismeri, ilyen vietnámi kaja van, fóleves, meg vagy fő, nem tudom, hogy kell ejteni, írjátok meg kommentbe, tészták, meg ilyenek, és ez a ilyen ultimate legjobb hely. Tegnap volt az NFT találkozom, ugye a Holofriends hivatalos találkozó, több mint 40-en voltunk, és eszméletlenül másnapos vagyok, úgyhogy ilyenkor a legjobb egy leves, vagy egy tészta, vagy valami ilyesmi. Megvoltunk a kajával, most itt vagyunk a Vácin, és elmegyünk lemosni a kocsit, mert nagyon koszos. Mi ez? Ott volt egy 63-es AMG, azt hiszem C vagy E, sose tudom melyik, ez szerintem C volt. Nagyon jó idő van, úgyhogy gyors lemossuk a kocsit, utána megyünk az üzlet megnyitóra, utána még lehet, hogy megyünk egy kört a városba, mert szerintem rengeteg jó kocsi kint van, főleg, hogy hétvége, úgyhogy lehet a Deák környékére benézünk. Most pedig megtankoltuk az autót, és nem látom, hogy lenne rendőr, úgyhogy... Nem tudom, mennyire hallatszódik, mert le van húzva mindkét ablak, mert tényleg brutál jó idő van. Végre itt a tavasz, és végre lehet benni autózni, úgyhogy most már az ilyen esti autózások is gyakoriabbak lesznek. Jövő héten, tehát a kövi videóban már azt fogjátok látni szerintem, vagy az azutáni videóban, hogy le lesz fóliázva az autó. Illetve amiről beszéltem a párral ezelőtti videóban, amikor az Adriano autójával forgattunk, hogy lesz egy kis meglepetés, amit ott nem árultam el, de az a lényeg, hogy megjelent a Maxton Designnak a teljes kitje erre a kocsira. Első splitter, oldalsó splitter, meg hátsó diffúzor, és az oldalsó, meg első splitter az biztos, hogy fel lesz téve a kocsira. A hátsó diffúzor az még nem tudom, majd írjátok meg, berakok ide képeket, hogy hogy néznek ki, írjátok meg, hogy ti mit gondoltok róla, tetszik-e, stb. Szerintem az első meg az oldalsó az nekem nagyon bejön, a hátsó az meg ilyen nem tudom. De a lényeg, hogy ez a terv, hogy kap egy fóliát a kocsi, toldatokat, és utána egy kipufogót is csináltatunk rá. Milyen kipufogó, azt még nem tudom. Nézegettem a milteket, viszont ugye baromi drága, úgyhogy lehet, hogy egy sima csövet fogok rá gyártatni. De biztos, hogy ennél jobb hangja lesz. De a durogás az megmarad majd, remélem, és kicsit hangosabb lesz. Itt belülről nem annyira hallatszódik, de kívülről lehet hallani, hogyha felpörgettem ilyen 3-4 ezerig a motort, és elveszem a gázt, akkor elkezd így durogni, és azt én imádom. Egyszerűen nagyon BMW-s. Na boys, megérkeztünk ide az üzlethez, és marha jól néz ki kívülről, meg belülről is. Az előbb bementünk köszönni, viszont még Shelley mindjárt körbevezet minket. Kocsit nem sikerült lemosni, szeretném megmutatni, hogy ugyanolyan fosos a kocsi, mint ahogy eddig volt. Az a helyzet, hogy mondta, hogy kettőre jöjjünk, és kettőkor álltunk be a mosóba, úgyhogy még ott kocsi volt előttünk, úgyhogy fogtam, és kitolattam, úgyhogy majd ezután megyünk el. Igazából amit tudnatok kell, hogy mondtam, hogy szeretnék kicsit olyan a videókat csinálni, amiben így ilyen vállalkozói dolgokról is beszélek, esetleg NFT, kriptó, ilyesmi, és szerettem volna ezt megmutatni nektek, ugyanis akik így velem egyidősek, Magyarországon van egy olyan mentalitás, hogy minden szar, meg nyomjunk el mindenkit, aki egy kicsit is jobb nálunk. És lehet látni, hogy Shelley is velem egy idős igazából, egy évvel idősebb nálam, és most itt tart, hogy nyitottak egy saját üzletet, és ez szerintem tök motiváló, és azt akarom, hogy ez mindenkinek motiváló legyen, hogy igazából lehet itthon is tök jó dolgokat csinálni, csak dolgozni kell érte, meg ilyesmi, úgyhogy majd el fogja mondani, hogy hogy smint, kikérdezzük, úgyhogy induljunk. Itt van kedves barátom, aki meg fogja nekünk mutatni az új üzletet, meg kifaggatjuk mindenféle biznisz dologról is egyébként. Yes. Úgyhogy induljunk, menjünk, igen. Két bejárat van egyébként. Ott a másik, és itt mindjárt elmondja nekünk, hogy hova jövünk be. Na, srácok, ma van a megnyitom második napja.
már úgy rendeztük be a szalont, hogy a mindennapokban ezt fogjuk is használni. Mint ahogy Marci is mondta, van két bejáratunk, először meg szeretnénk mutatni nektek a szalon részét, ahol a varázslat folyik, és utána egy-két dolgokba beszeretnélek avatni titeket. Szóval, amikor itt elindulunk, itt végig munkaállások vannak, itt már fodrászok dolgoznak. Az egyik legnagyobb szalon itt Budapesten per Magyarországon, 12 állásunk van, amin folyamatosan tudunk hál' Istennek dolgozni, és amikor mi ezt a helyet megcsináltuk, úgy terveztünk meg mindent, hogy a lehető legjobban egymásba fonható legyen, és ha szakmából vagy szakma kívül jöjjenek, a lehető legtöbbet adja, mint szolgáltatás szinten, vagy nekünk, mint karrierbe, amit csak ki tudunk hozni belőle. Szóval, gyertek velünk, és akkor mutatom tovább. Ugye ez nagyon adja, hogy egy nagy tükör van, nem az van, hogy ott a kis asztal, yes, hanem egy teljes nagy tükör van. Igazából a vendég is kicsit a stílusáért jön, nem csak egy hajért, és csomó helyen, ha van egy kis tükör, csinálna egy képet, lát magából ennyit, tudod, felöltöztél pacekan, de mégiscsak... Ez jó az, amúgy outfit-es képeket lehet itt csinálni majd. Minden is lehet csinálni. Na. Ez is látszódni fog a szöges cipő. Szöges cipő a legjobb. Yes. Szóval, hogyha tovább jövünk, itt rögtön a sok kellős közepén egy fodrász kellékes van. Hilpers.hu-nak az első fizikális sztória jött ki. Úgyhogy ez pontosan azért jött, hogy ha szakmabeli, ha nem, ki tudjuk vakszal, fésűvel, hajszárítóval a vendéget is szolgálni, de mind nekünk vagy a borbélyoknak is a legjobb cuccokat tudjuk eladni. Nézzük meg a legbelső részt, az ami a legnagyobb, és igazából ott van a legnagyobb élet. Zene az nem tudom mennyire lesz hangos, de reméljük nem tiltja le a YouTube ilyen copyright indokok miatt. Itt már megy a munka. Van DJ. Van DJ, ez mindig lesz? Be lehet lőni a hajamat. Szóval, amit itt láttatok, a keverőpult, a tévék, ez minden azért van, mert itt nem csak melózunk, hanem ezt egy oktatótérnek is megcsináltuk. Szóval, amikor hétvégén mi itt oktatásokat csinálunk, átrendezzük az egészet, felrakjuk a mobil színpadunkat, és fix kamerákkal a plafonon minél jobban ilyen fókuszt és minél jobban látható legyen az oktatás, hogy bárhol ülsz, akár legutolsónak érkeztél, akkor is mindent látsz, mert 4K-ba, 65 szoros tévéken ezt kivetítjük, és olyan, mintha legelső sorban ülnél. Kamerák vannak. Ja. Srácok, ha valaki ezt a szakmát akarja tanulni, amúgy akkor tényleg ide kell jönni, de nézzétek meg, milyen rohadt jól néz ki. Magyarországon az egyik első fodrászat vagyunk, akiket a Dyson támogatni fog, úgyhogy itt a fodrász kérlekésünkben már 2 darab Dyson pultot is láttok, ki lehet őket próbálni, meg lehet fogdosni, meg lehet nézni, és minden, amit tudni kell róla, tudunk benne segíteni. Hogyha meguntok a melót, akkor tök jó, mert a végén el lehet menni. Tudunk ajánlni egyet, tudunk kávézni, hiszen beletettük a saját kávézónkat is már ide. Stíri, így vagyok egy kicsit. Nézd meg. Nekem ilyen, nincs ilyen nagy kamerám. És akkor van különünk kávé, yes. Igazából ez egy teljes értékű kávézó, ezt teljesen külön is kezeljük, úgyhogy a 42 kafé és a lemázokból segítségével, viszont a legnagyobb támogatónk Sandra, úgyhogy ezzel a Sandra elszerelni, hogy a lehető legjobb minőségben tudjuk ezt is csinálni, mint Isten igazából az volt a cél, hogy mind minden mást, amit tudtunk, beletettünk. Aha. És akkor itt ez a külön bejárat, yes, meg aki... Tehát, hogy ez teljesen külön van, mi ezt vendégváróként is szeretnénk használni, viszont nyilván, ha csak kívülről valaki egy kávéra, egy sütire, bármire szeretne bejönni, be lehet ülni, és ez tökül két dupla funkciósak leszünk. Igen, meg ez a környék amúgy itt sokan, yes, laknak, gondolom, hogy csomó át fognak jönni egyébként... kávézni, és szóval lehet a kávézó híresebb lesz, mint a szalon. Hála jó Isten! Legyen így, igazából... Mi erre is számítunk, hogy azért itt a 13. kerület, de főleg az ilyen specialty kávézók nagyon nagyot mennek, és ez tök jó tud lenni, hogy lehet csak egy kávéra jössz be, mert meglátod, hogy de jó, 42 kávé van, és mi? Mi vágtok hajat? Hú, figyelj, írjunk már be. Ja. Úgyhogy ez direkt úgy van, hogy kicsit összefüggjön ez az egész. Nyilván ez minket is segít, másrészt meg kevés olyan fodrászatba tudsz bejönni, ahol egy mikropörkölésű, iszonyat finom kávét le tudsz inni egy lemárzokkóból. Szóval úgy gondolom, hogy ilyen szinten ebben így teljesen egyedülálló vagyunk. Nagyon adom. Tényleg ez... Egyébként egy kis fun fact, ilyen termékeket használok, ugyanis nekem évek óta a Balázs vágja a hajamat,
és tőle veszem a hajvaxot is, azért néz ki ilyen csodálatosan a hajam. De a lényeg, hogy tényleg látogassatok el ide, nézzétek meg, gyertek el egy kávéra, mert baromi, tényleg az egész vibe-ja a helynek marha jó, nyilván fiatalos, nem pedig egy megszokott üzlet, tehát nekem ez tetszik, és ezért tetszik nagyon sok velem egykorúnak a gondolkodása, mert nem le akarnak másolni valamit, hanem igazából csinálnak egy teljesen új koncepciót. Például ezek a nagy tükrök, ezek marhára tetszenek. Az egész üzlet rohadt jól néz ki, hogy egyben rakták egy kávézóval, tehát egyszerűen ezek annyira jó ötletek, és szerintem ez nektek is nagyon tetsz, úgyhogy mindenképpen látogassatok el. Nyilván ide rakom a linket, és nézzétek meg. Ez nem pukkant akkor át. Pesgő egyáltalán hozz meg. Tényleg nagyon-nagyon köszönöm a tegnapot, meg az előtte lévő segítséget, és én úgy gondolom, hogy határa csillagos ég. Gyerekek, egészségetekre! Cseh, már úton vagyunk a Four Seasons fele, tényleg nagyon gratulálunk a srácoknak, most itt nincs hangzavar. Akartunk többet beszélgetni, de még ilyen kis megnyitójuk volt, meg most kicsit kiszórakozzák magukat, mert ugye nyilván sok munka azért egy ilyen üzlethelységet összehozni. Úgyhogy hagytuk őket, eljöttünk, és tényleg nagyon-nagyon gratulálok nekik, úgyhogy mindenképpen oda járjatok, mert én is oda fogok járni egyébként hajat vágatni. Tényleg oda teszem a linket a leírásba, úgyhogy legalább ennyivel támogassátok őket. Hogyha gondolkoztok, hogy hova menjetek hajat vágatni, akkor vegyétek őket fontolóra, mert tényleg nézzétek meg, milyen rohadt jó a hajam nekem is, úgyhogy nincs értelme máshova menni. Most pedig kicsit körülnézünk, ezt a Bajcsi-Zsilinszky utat annyira elcseszték ezzel, hogy itt csak egy sáv van, ahogy átjössz itt a nyugati felüljárónál, hogy valami borzalom. De mindegy, most már kijöttünk a dugóból. Úgyhogy menjünk itt egy pici kört, és a Four Seasons-nél, ha áll valami jó kocsi, akkor lehet megállunk és megnézegetjük, de kéne, hogy álljon, mert elég jó idő van. Nézzétek, gyerekek, mennyi car spotter van. Na most én spotollak titeket. Nyomják egy kört még. Le kellett volna mosni a kocsit. Hát, srácok, semmi nagyon érdekes nincsen. Mondjuk ott egy M240-i. Fehérben egy régi Porsche. Pár merci. Nézzétek. Ez mondjuk... Ott egy M4 Cabrio, és ott meg az egy régi valami oldtimer kocsi. Azt tudod, miből van? A Vine City-ben. Aha. Ott meg egy izé van, AMG GT. Megyek még egy kört. Áttesszük Sport Plus-ba. Kicsit műsorozzunk. Szép volt. Itt kell műsorozni mindig a Four Seasons-nél. Ha látnék. Na, ez mindjárt elbaszódik. Csávókám az. Ja, ott a rendőr. Az mindjárt ott így megy. Megvárom itt a szejkört. Menjek itt még egy kört? Uh-huh. Menjek itt még egy kört. Lounge kontrollozzunk egyet? Lounge kontrollozzunk. Talán rendőr. Úgy kimegyek, hogy az... De menjél, mert nem jön senki. Most tudsz majd amúgy, mert nincs ott senki. Azért, hogyha Sport Plus-ba vagy, és kinyomod a kipörgésgátlót, akkor azért rakja a seggét a kocsi. Nagyon kis vicces autó. Szóval, hogyha mondjuk eső, vagy fagy, vagy ilyesmi van, akkor simán lehet vele forogni, meg driftelgetni. Úgyhogy valaki ilyen autót szeretne venni, és gondolkozik azon, hogy eléggé keresztbe lehet rakni, akkor igen, keresztbe lehet rakni. Szóval az összkerék is eléggé kap, hogy a Sport Plus-ba szerintem ilyen 70-80%-ot hátrahajt. Úgyhogy elég fán. Csá! Ciao! Fogáltok minket is a videóba? Vinci! Jó! Nem mondjam. Jó, mi az? Porsche! Itt volt egy Porsche, nem nyomtam le, de most nyomok egy launch controlt, mert most itt elférünk. Ha engedi. A launch kontrollja ennek az autónak nagyon beteg, mert van egy ilyen kis elektromos rásegítés, vagy micsoda a launchnál, szóval, hogy
már amikor launcholsz, akkor ugyanolyan színű. Már amikor launcholsz, akkor konkrétan az első egy másodpercben ráversz három autót mindegyik másikra. Szóval, hogy például a 2020-as RS3-mal, ami 400 lóerő, és egyébként könnyebb, mint ez, tehát papíron meg kéne vernie, azt nagyon csúnyán egy autót ráverek, hogyha a launch control-lal megyünk, és ez csak ennek a kis elektromos rásegítésnek, vagy minek köszönhető. Úgyhogy javítsatok ki, hogyha rosszat mondok. Tudjátok, minimum nem értek az autókhoz, ez van. Ez a videó ennyi lett volna, srácok, remélem, hogy tetszett, és szeretnétek még ilyen tartalmakat, ahol nem annyira feltétlen az autózáson van a hangsúly, akkor írjátok meg kommentben, és nézzétek meg tényleg a Shelleyeknek az üzletét, kávézóját, mindenét, úgyhogy szeretnétek még ilyet, írjátok meg. És most, hogy jönnek az autós videók, meg le lesz fóliázva, meg stb. Autós tartalomból is több lesz, meg jobb lesz. Úgyhogy ennyi, sziasztok!